Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a PTE klinikai központjához tartozó legtöbb intézményben október 26-ától. A szigorítás célja, hogy megakadályozzák, de legalábbis minimálisra csökkentsék a koronavírus és más szezonális fertőzések kockázatát, mondta stábunknak dr. Sebestyén Andor, a klinikai központ elnöke. Ez azt jelenti, hogy a klinikáink nagy részén teljes a látogatási tilalom. A részleges az miatt részleges, hogy néhány klinikán még nem teljes, azaz egy-egy órásában van lehetőség látogatásra a megfelelő járványi szabályok betartása mentén. Az elnök kiemelte, hogy a COVID-19 fertőzés miatt kezett betegek a jogszabályban meghatározott esetek kivételével egyáltalán nem látogathatók. A kivételes esetekről pedig az egészségügyről szóló törvény rendelkezik. Például gyermekgyógyászatban kiskorú látogatására a megfelelő törvényes képviselőnek, szülőnek egyik lehetőség, vagy például súlyos, hosszantartó betegség esetén a beteg által megjelölt személy esetén. Nyilván ezek igazgatói engedéllyel tudnak kiviteleződni a klinika részéről, engedélyezve, vagy éppen például, ahol olyan értelmi fogyatékos betegek kerülnek ellátásra, ahol szükséges, ennek a lehetősége szintén adott a törvényi felhatalmazás alapján, amik biztosítják a törvényi kivételeket. Emellett a szülőnő által megjelölt nagykorú személy is tehet látogatást, de csak a vajódás és a szülés ideje alatt, tette hozzá dr. Sebestyén Andor. A részleges látogatási tilalom visszavonásig érvényes.